Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek közt az óceánról, túlról résztvevőket is. Én Balta Tusek János vagyok, mi vagyunk a PPH egyik igazgatóházas párja. Én is szeretettel köszöntöm Önöket, Balta Tusek Nébolya vagyok. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel, a Problem Prevention Holding, röviden a PPH, Honor Trade Részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös élet és emberismeret fejlesztő képzésén. A coachképzéseink által képes leszel helyesen bánni minden életterületeddel. Összesen van 10. Az első az önmagaddal, nagyon fontos, pároddal, szülőddel, gyerekeddel, másokkal, munkáddal, pénzzel, környezeteddel, hatóságokkal, és végül, de nem utolsó sorban az Isteneddel. Ha ebből bármelyik van, valakinek ez hihetetlen, ez pedig így van, megtapasztaltuk, hogy ezek nagyon fontosak mindegyik. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom eredendően, amit tanultam, az vasesztergályos volt. Hát az hamar kiderült, hogy nem vagyok való műhelybe. Utána még kipróbáltam, vagy 10-20 szakmát. Eléggé ilyen, hogy mondják, csapongó életet éltem. A feleségem nem nagyon örült neki, és nem is nagyon tolerálta. Míg nem egyszer csak eljutottunk addig, hogy spirituális útra tévedtünk, és hát sokfele szétnéztünk, elmentünk személyesen, néztünk előadókat, néztünk olyanokat, akik már úgymond híresebbek voltak, tanultunk mindenfélét, de valahogy mindig tovább kellett lépni. Egy idő után már nagyon sok volt, ugye besokal az ember, mondtam a feleségemnek, nem megyünk sehova többet. Akkor találkoztam Szedlacsik Miklóssal és a PPH-val egy Facebookos hirdetés alapján, ugyanígy rákattintottam egy hirdetésre, mint ahogy mások szoktak, és így kezdődött a mi PPH-s utunk, így lehet mondani. Hát te, aki most hallgatsz minket először, javaslom, hogy jobban nézzél bele ezekbe a dolgokba, és ne utasítsd el egyből, mert hát mikor mi PPH-sok lettünk, szerintem fél év után fogtuk föl, hogy egyáltalán hova kerültünk, és mit lehet itt tanulni, és az milyen jó. Igaz, Ibolya? Ez így van. És milyen szuper életet lehet egy idő után kialakítani a Szedlacsik Miklós tanításainak a segítségével. Egyébként Gyulán élünk, családi helyzetem mellettem a feleségem, és van egy 14 éves nagylányunk. Így lehet már mondani, nem kislány, hanem nagylány. Picit tekersz rajta? Hát még lehet rajta tekerni. Mert most, ha úgy nézzük, akkor te beszélsz. Mert nekem már nincs szövegem. Egy pár szót én is magamról el szeretnék mondani. Nekem a PP előtti foglalkozásom, én kereskedelmit végeztem. Volt éladót. Ma már viszont a PPH tanulói csoport szervezés a fő tevékenységünk. Én azért kezdtem el a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert problémáim voltak. Nem éreztem jól magam a bőrömben, nem voltam boldog. Nem, tehát nem volt igazából olyan életterületem, amire azt mondanám, hogy igen, ezt én jól kezelem, és jól érzem magam. Mint ahogy párom elmondta, nagyon sok fele voltunk, és hiába képeztük magunkat, tanultunk. Most már így azt mondom, hogy inkább talán csak motiváltak minket, mert a tudás az kevés. Ha nincs hozzá módszer, akkor nem tudjuk megoldani a problémáinkat. Én most már azt látom és tapasztaltuk itt a PPH-nál. És pedig, a másik pedig az, hogy itt valóban úgy össze van rakva, hogy itt lehetőségünk van nem csak a tudás megkapására, hanem a gyakorlása is. Tehát itt, mivel hogy azáltal, hogy nekünk már ez a foglalkozásunk, tehát itt csapatszervezéssel foglalkozunk, azáltal, hogy tanulókat szervezünk, azáltal csapatunk lesz, és így van meg a gyakorlási lehetőség, ami nagyon fontos ahhoz, hogy a tudást be tudjuk építeni az életünkben. És nekem ez nagyon szimpatikus volt egynek. Meg a másik, ami szimpatikus volt, a mester Szedlacsik Miklós, ő nekem nagyon hiteles volt, és nekem az is megtetszett, hogy ő valóban, amit tanít, ő úgy él. És ez biztos így van, mert ő kezdtem itt tanulni a Nyílt Akadémiánál, hogy kerestem a hibát.
Ezt már sokan mondták egyébként, a múltkor is hallottam élőben egy fiatalembertől, hogy kereste a hibát 3 hónapig. Én tovább kerestem a hibát, sőt, még azt hiszem, hogy kötözködtem is az elején. Hogy az miért úgy mondja, miért így mondja a Miklós, szerintem az nem úgy van, és akkor beszélgettünk, és mindig minden ilyen dolog, ami bennem így felvetődött, meg lett válaszolva. És ha nem is értettem vele egyet, volt annyi eszem, hál' Istennek, hogy kipróbáltam, amit mondott a mester, és mindig könnyebben ment úgy, ahogy ő mondta, mint ahogy én gondoltam. És ez egy óriási dolog, nagyon sok emberrel beszélgetünk, és mondja, hogy ő belehallgatott a képzésekbe. Hány képzésbe? Hát 20 percet. És akkor ő eldöntötte, hogy neki ez nem kell, meg nem szimpatikus. 20 perc alatt nem lehet eldönteni semmit. Sokkal több kell hozzá, beszélgetni kell, el is lehet jönni ugye személyesen, beszélgetni lehet a mesterrel, és meg lehet figyelni, hogy az ő szempontjaiból megvilágított dolgok sokkal egyértelműbbé válnak, mint ahogy mi gondoljuk. Ugye azt lehet tapasztalni, hogy akkor ellenállnak az emberek a tanításokra, amikor nem értik azt a nézőpontot, ahogy Szedlacsik Miklós szeretné ezt fölvázolni. És ezt nagyon sokszor lehet tapasztalni, még tanulóknál is egyébként. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Az előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben teljesen egyedülálló a mi mesterünk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 területen ért el szervezetünk piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység volt. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja a bolygószinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Mesterünk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorban. Szeretném megkérni mesterünket, Szedlacsik Miklós mesterkócs, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mennyire vagy elégedett a jelenlegi világ alakulásával, hogy a világ alakul? Hát érdekes dolgok vannak a világban, nem? Van itt egy háború nem messze tőlünk, ugye, egy szomszédországban. Jó, hogy elég nagy az az ország. És ráadásul, hála Istennek, a Kárpátokon túl vannak a csatározások, nem a Kárpátokon, innen. Hát lényeg az, hogy ugye húzzák, nyúzzák az egészet, fenntartják a háborút állítólag, ugye már lett volna megegyezés, de az USA azt mondta, hogy nincs megegyezés, kész. Tehát ugye az Zelenszkinek azt utasítást adták, hogy nincs megegyezés, állítólag. Jó, szóval érdekes dolgok ezek. Tehát igazából jobban megnézzük itt. Itt nem Ukrajna háborúzik az oroszokkal, hanem ugye Amerika háborúzik az oroszokkal, vagy a oroszok háborúznak az amerikaiakkal. Csak ugye egy harmadik ország területén csinálják ezt, ugye Ukrajna területén. Szóval elég érdekes világban élünk, ahol ugye azért tartanak fönn egy háborút, hogy meggyengüljön Európa, mármint Nyugat-Európa, ugye az Unió, meggyengüljön Oroszország, csak ugye abból nem tudom miért gondolják, hogy Kína is meggyengül. Tehát az USA miért gondolja azt, hogy ebben Kína is meggyengül? Hát attól Kína nem fog meggyengülni, hogy az oroszok háborúznak és az Európát meg szankcionálják, ugye?
mert nem az oroszokat szankcionálják, hanem Európát szankcionálják. Azzal, hogy ugye ilyen energiaválság lett itt Európában. Tehát ugye, ha megnézzük, ugye a világ az négy hatalom által volt valamennyire irányítva, ugye az Amerikai Egyesült Államok, az Európai Unió, Oroszország és Kína. Ugye ez a négy, mondhatjuk azt, hogy nagy hatalom. És ugye tudjuk, hogy Amerika onnan, hogy szétesett Szovjetunió, onnantól világhatalom volt. Tehát ő volt az egy. Tehát nem volt mellette más, mert az oroszok meggyengültek, szétestek. Kína még sehol nem volt. Európa nem volt egységes. Tehát ami, hát most az unió miatt valamilyen szinten egységes. Muszáj, hogy egységessé váljon, tehát hogy egységes, tehát egységes a valamilyen szinten a gazdaság. Tehát lényeg az, hogy ugye egyedülálló hatalom volt az USA, gondold végig. Mitől? Ugye a 90-es évek elejétől egészen, hát ugye a 2010-es évek végéig gyakorlatilag, vagy közepéig. Vagy mondjuk a 2010-es évig elejéig, mondjuk így. De megerősödtek az oroszok, megerősödtek a kínaiak, és az egyesülések miatt ugye Európában megerősödött Európa is, hát az Európai Unió. Ugye minél nagyobb, minél több, tehát minél nagyobb létszámú lett az Unió, mert minél több ország csatlakozott hozzá, nyilván annál erősebb. És most négy hatalom volt a világban, és ez az Amerikának ez baromira nem tetszik, megint azt akarja, hogy csak egy hatalom legyen. Érted? Ezért ugye tudták azt, hogyha az USA-ban, hogyha Ukrajnánál elérik azt, hogy nacionalizmus legyen, ezért mondták azt az oroszok, hogy nácizmus, tehát hogy nacionalizmus legyen, akkor tudták azt, hogy ebből az lesz, hogy a kisebbségeket, tehát a nacionalizmus azt eredményezi, hogy a kisebbségeket elnyomják. És ezt tudták azt, hogy az oroszok nem fogják hagyni, hogy az orosz a legnagyobb kisebbséget, az orosz kisebbséget az ukránok elnyomják. Ráadásul azt is tudták előre, hogy szították ugye Ukrajnába azokat a feszültségeket is, hogy ők csatlakozni akarjanak a NATO-hoz, meg csatlakozni akarjanak a Európai Unióhoz. Nyilvánvalóan ezt is tudták, hogy az oroszok ezt tudni, hogy nem fogják hagyni, és gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy Ukrajna miatt az oroszokat rákényszerítették egy háborúra, és tudjuk azt, hogy minden háború az gyengíti azt a népet, amely közvetlen, azt az országot, amely közvetlen háborúzik. Tehát mert egy csomó kiadás, nyilván a háború az sok kiadás, és gyengíti. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy ugye elérte az Amerika Európánál, hogy szankcionálják az oroszokat, ugye Európai Unió, ezt tudták előre, hogy az lesz, hogy erre megvonja az energiát Európától, tudták az amerikaiak, hogy ezáltal az lesz, hogy ugye az európai gazdaság jelentősen visszaesik, ezáltal a gazdasági ereje is visszaesik, ugye akkor az azt jelenti, hogy gyakorlatilag a három ellenfélből mondhatjuk azt, hogy azt akarták, hogy kettőt kiiktassanak. Nyilván Európát már sikerült kiiktatni, mi európaiak, unió már a fasorban nem vagyunk. Az oroszokat még nem nagyon,
Hát nem tudom, hogy Kínával mit akarnak csinálni, mert igazából ugye hát attól, hogy ez a helyzet van, Kína semmit nem gyengül, és ráadásul ugye ez a háború meg ez a helyzet, ez közelebb hozta az oroszokat meg a kínaiakat egymáshoz. Tehát ami azt jelenti, hogy, nem tudom, hogy avval mit akartak, hogy hát lehet, hogy azt akarják esetlegesen, hogy ott is legyen egy konfliktus Tajvannal kapcsolatosan, így van, legyen egy háborús helyzet, és akkor megint az amerikaiak a nevető harmadikak, hogy hát ha ettől ugye Kína majd meggyengül, hogy ott létrehoznak egy háborús helyzetet, tehát mondhatjuk azt, hogy feláldozzák Tajvant. Csak ugye ezzel egy nagy probléma van, hogy a legtöbb csippet Tajvanon állítják elő. Érted? És ami azt jelenti, hogy, ott kialakul egy háború, akkor gyakorlatilag leáll a csipgyártás. Tehát nyilván más országok is gyártanak csippet, például az USA is, de, az egyik, sőt a legjelentősebb exportőr az Tajvan a csipgyártásban. És abban a pillanatban a csippek megállnak, és ha a csippek megállnak, akkor a telefonokban csippek vannak, autókban csippek vannak, mosógépekben már csippek vannak, érted? Tehát ami azt jelenti, hogy egy csomó dolgot nem tudnak legyártani, nem tudnak működtetni, mert, nem lesz bele csip. Érted? Tehát valószínű, hogy valamilyen kalkuláció is van, és valószínű ugye az, amerikaiak azt akarják csinálni, csak mondom, hogy előre milyen forgatókönyvek várhatóak, jó? Valószínűleg az, hogy megnövelik a csipgyártást, hogy ugye átvegyék a, Tajvan szerepét, és szó szerint feláldozzák Tajvan, csak ugye ezzel az a baj, hogy a Tajvan egy kis ország, az nem Ukrajna. A kínaiak azt hét alatt elrendezik őket, akár mekkora katonasággal rendelkeznek. Tehát gyakorlatilag az egy kis sziget az egész. Tehát ami, nem tudnak egy olyan helyzetet létrehozni, mint Ukrajnában, hát Ukrajna ugye ez egy hatalmas ország, tehát a világ egyik legnagyobb országa gyakorlatilag, területileg és népességben is, ugye a 50 milliójával azért nem kis létszám. Szóval lényeg az, hogy, ugye egy más helyzet, ugye Tajvan, tehát most csak azért mondom, hogy még ilyenek várhatók, és hogy átlássátok, hogy miért van ez az egész, azért, hogy az Amerika tehát gyengül, a többiek erősödtek, és még akkor is, ha Amerika gyengül, akkor is a legerősebb tudjon maradni. Nem tudom, világos-e. Tehát meg tudja tartani azt a szerepet, amit a 90-es évektől egészen 2010-ig, tehát 20 éven keresztül lehetett a világ csendőre. Oké? És, a múltkor is csendőrködni akart Irán fölött, aztán nem jött össze nekik, mert az oroszok nem hagyták, addigra megerősödtek annyira, hogy bebizonyították, hogy van olyan technikai fejlettségük már, mint katonai szempontból, mint a, az oroszoknak, mert ugye nem tudom, emlékeztek, hogy ugye mit tudom én, melyik tengeren fölvonult a, az amerikai flotta, aztán csak kiküldtek egy MIG-et és megbénított a az amerikai flottának a, teljes technikáját, földközi tengeren, igen, a teljes technikáját, és erre fogták az amerikaiak, azt visszavonultak. Azt Iránnal szemben nem csináltak semmit, mert meg akarták ugye támadni Iránt. És ez nem mostanában volt, valami 6 évvel ezelőtt, vagy mikor volt. Tehát ami azt jelenti, hogy már az oroszok arra a szintre jutottak, és egyébként a kínaiak is ugye arra a szintre jutottak
ugye hadászatilag, mint az amerikaiak. Tehát itt ugye mit kell csinálni az USA-nak, hogy akár a saját gyengülése révén megtartsa a világhatalmat? Hát az, hogy elgyengíteni a többieket, mert azt már nem tudja megcsinálni, hogy nagyon mértékben fejlődjön, mint a többi hatalom. Azt tudja megcsinálni, hogy a többit elgyengíti. Jó? Tehát, hogy átlássuk ezeket a dolgokat. Tehát ők ezt előre látták, ugye az amerikai vezetők, hogy mit kell csinálni, hogy kell ezeket a hatalmakat elgyengíteni, és ennek a forgatókönyve folyik itt most a saját kis világunkban. De hát ugye nem baj az, hogyha ilyen dolgokról is beszélek, hogy az itt tanulók azok tisztában legyenek az ilyen dolgokkal. Szóval lényeg az, hogy ezért mondom, hogy érdekes világban élünk, és mivel ugye mi az Európai Unióhoz tartozunk, ezért benne vagyunk ebbe a slamasztikában, és nyilván aki Oroszországban él valahol, hát az is benne van. Oké? És hát ugye valószínűleg ott is lesz egy háború, Tajvanért, ez hódbiztosnak tűnik. És hát majd meglássuk, mik lesznek ezekből a dolgokból. De hát ott is ugye az USA ilyen közvetlen beavatkozást nem fog csinálni, hanem olyan beavatkozást fog csinálni, mint amit most Ukrajnában csinál, ilyen közvetett beavatkozást, hogy ugye adja a technikáját, adja a stratégiai információkat, stb. Stb. És ugye ezzel valamilyen szinten ugye a Tajvan ellen tud egy darabig állni. Szóval lényeg az, hogy mondom, érdekes világban élünk, és ez azért, mert egyszerűen Amerika tartani akarja azt a pozíciót, amit ugye elért a 90-es évek elejére. Akkor is miért érte el? Mert gazdaságilag egyszerűen Oroszország, illetve Szovjetuniót tönkretette. Tehát a gazdasági versenyben, a katonai gazdasági és katonai és gazdasági versenyben egyszerűen tönkre mentek az oroszok. No, de lényeg az, hogy ugye itt másról nem szól a történet, tehát hogyha valaki olyan híreket olvas vagy hall, hogy itt mit tudom én, harmadik világháborút készítik elő, meg ilyen baromságokat, érted, azért az felejtős ez a dolog, itt nem erről szól a történet, itt arról szól a történet, hogy az Amerikai Egyesült Államok visszaszerezze az egyeduralkodást. Tehát 20 évig egyedül uralkodó volt, és ugye 2010 óta már nem egyedül uralkodó. Jó? Na most, de hát ugye mi kellene még ahhoz, hogy az ember egy kicsit nyugodtabb legyen? Hát ugye több dologra van szüksége ahhoz, hogy az ember nyugodtabb legyen. Kellenek információk, ugye ez egy információ, amit most elmondtam, tehát semmilyen valószínűsége jelenleg annak nincs, hogy az a háború az kiterjedjen. Jó? Tehát senki nem törekszik arra, hogy kiterjedjen. Ha Kína és Tajvan között lesz egy háború, az sem fog kiterjedni. Jó? Tehát az a USA az csak kardot csörget, de közvetlenül nem fog beavatkozni, mert nem érdeke. Tehát azért gondoljátok végig, mit tudom én, Kínának van olyan tenger alatt járója, amely szuperszónikus sebességgel tud a tenger alatt közlekedni. Ami mit azt jelenti, hogy gyakorlatilag mint egy szuperszónikus repülőgép a tenger alatt, érted? Annyi idő alatt ott tud lenni az amerikai partoknál. Érted? Tehát annyi idő alatt egy tenger alatt járó ott tud lenni a tenger alatt, érted? Tehát a tenger mélyén, mint fönn a repülők. Érted?
egyik partról a másikra, tehát a csendes óceánt átszelve. Jó? És Amerikának nincs meg ez a technológiája. Csak ennyit szeretnék ebben kapcsolatban. Az Amerikának az a technológiája sincs meg, mint az oroszok. Megkapták azt a technológiát, hogy hogy kell az elektronikát leállítani. Úgy, hogy a saját elektronikájának ne legyen semmi baja. Oké? Tehát ez egy ilyen védelmi technikák, érted, hogy az Amerika ne merjen megtenni olyan dolgokat, amit szándékozott volna egyébként megtenni. Jó? Tehát amikor valakik azt gondolják, hogy itt szabadon lehet bármit csinálni ebben a világban, itt a mi világunkban, itt a Földünkön, akkor óriási tévedésben élnek emberek. Ugye itt már többször kialakulhatott volna nagyon nagy konfliktus, amiből kialakulhatott volna második, illetve a harmadik világháború, de a fentiek közbeavatkoztak. Jó? Tehát a fentiek az mit jelent? Hát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy az isteneink, ha valaki polgári nyelven akarja ezt, a gazdáink. Oké? Okay. Tehát a gazdáink. Ez azt jelenti, hogy olyan, mintha mit tudom én, mintha hát ők az uraink, érted? Tehát itt ezen a földön csak az történhet, amit ők megengednek gyakorlatilag. Jó? Tehát ezáltal ugye jelenleg nincs ilyen cél, hogy ezt a bolygót el kellene jelenleg pusztítani. Jó? Tehát egyelőre nincs ilyen cél, és nem az emberekre hagyják a bolygó elpusztítását. Jó? Maradjunk ennyibe. Tehát ha ez a bolygó elpusztul, az nem az emberek fogják elpusztítani. Jó? Úgyhogy nyugi. No, akkor nézzük tovább, hogy ugye miért vannak gazdáink? Tehát ugye miért ámítják a nép, a világot, az embereket, a népeket hosszú ideje azzal, hogy ugye itt vagyunk mi emberek, mi vagyunk a fejlettség csúcsa, érted? És hogy keressük a kontaktot a különböző fejlett lényekkel a világegyetembe, érted? Az közben itt a körülöttünk lévő összes bolygón, beleértve a holdat is, érted? Mind vannak olyan lények, akik ha akarnának, ugye a kapcsolatot fölvehetnék velünk. Hát ők ugye fel is veszik a kapcsolatot, csak nem az átlag emberekkel, hanem a kormányokkal, de azon belül is nyilván ezeknek a hatalmaknak a kormányaival. De ugye az Európai Unió ebben különbözik, hogy ott ugye hát ott még nem egységes, tehát nincs egy elnök, mint az Amerikai Egyesült Államokban. Tehát itt nálunk nincs egy olyan személy, aki olyan hatalommal bír, ugye az Európai Unióban nincs egy olyan személy, mint mondjuk a Kínában, vagy Oroszországban, vagy az Egyesült Államokban, aki mondhatjuk azt, hogy ilyen óriási hatalommal rendelkezik. Tehát az Unióban nincs egy olyan ember, aki óriási olyan hatalommal rendelkezne, mint az Amerikai Egyesült Államok elnöke, érted, Amerikában. Tehát itt nincs olyan. És ezáltal ugye itt nem vették föl úgy a kapcsolatot az Európai Unióval, mint például az Amerikai Egyesült Államokkal, vagy Kínával, vagy az oroszokkal, tehát ugye a Putyin csapatával. Szóval a lényeg az, hogy itt vagyunk mi a Földön, az Európai Unióban, ez jó is, nem is, de ugye akkor jó, ha úgy nézzük, hogy ebben mi a jó. Akkor rossz, ha azt nézzük, hogy ebben mi a rossz. Jó, tehát itt már
nagyon érdekes cikkeket lehet olvasni arról, hogyha gazdasági cikkeket szeretsz olvasni, és nem esetlegesen ilyen, hogy is szokták mondani? Hát, ahogy hívják, ahol ilyen pletyka újságokat? Bulvárt, ha nem bulvárt olvasol, igen, köszönöm. Így van, tehát akkor a gazdasági szakemberek, például a magyar gazdasági szakemberek azt mondják, hogy a jövő év az nagyon nehéz lesz. És lehet, hogy a legnehezebb év lesz, ami az elmúlt évtizedekben volt. Érted? Na most ezt már magyar gazdasági szakemberek mondják Magyarországra vonatkozóan. Tehát főleg akkor lesz nagyon nagy probléma, hogyha ezek az EU-s támogatások nem jönnek be. Csak azt nem értem, hogy EU felé fizetünk, érted? De akkor ha az EU felé fizetünk, akkor ugye nem kapunk vissza belőle. Hát akkor minek fizetünk az EU-nak, ha nem kapunk, nem? Hát akkor mi a Manónak fizetünk? Hát jó, azt is aláírták, hogy ők fizetni fognak. Érted? Hát az is alá lett írva, hogy kifizetik nekünk a pénzeket. Na mindegy, nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy emiatt már az is, már ezeknek a pénzeknek ugye meg kellett volna jönni, és ez ilyen 3000 akárhány száz milliárd forint, azért az ugye nem olyan kevés, és ugye nem jöttek meg, állítólag ugye talán decemberben, ha a kormány teljesít dolgokat, vagy talán januárban megjön, ha teljesít, addig valahogy ki kell húzni, addig próbálják, mit tudom, állampapírokat eladni, ugye, de hát amiből bejött most durván olyan 1000 milliárd, de nem 3000 milliárd. És az a baj, hogy azt vissza is kell fizetni. Ezt a 3000 milliárdot, ugye 3500 vagy hány milliárd, ezt nem kellene visszafizetni, mert ezt ugye ezt kapjuk, de az állampapíroknak ha megveszik az állampapírokat, azt ki kell fizetni, ráadásul sokkal többet kell kifizetni, ilyen 10% fölötti kamattal adják most az állampapírokat ki. Szóval érdekes helyzetben van ez az ország, ami azt jelenti, hogy ha sötét szemüveggel nézzük, akkor lehet látni sötéten a dolgokat, ha esetleg világos szemüveggel nézzük, akkor lehet világos dolgokat látni benne. Ami azt jelenti, hogy én mindig azt mondom, hogy minden rosszban van valami jó. Így van. Tehát ahogy a Covid az nekünk jól jött, szó szerint, nekünk mint szervezet, jól jött, ez a gazdasági helyzet is jól jött. Tehát amikor mi pénzügyi területtel foglalkoztunk a múltban, nekünk ha nehézségek voltak a gazdasági szférában, az nekünk jó volt. És ugye most nem gazdasági dolgokkal foglalkozunk, nem pénzügyi dolgokkal foglalkozunk, hanem egy egész más területtel, mondhatjuk azt röviden az embereknek, hogy személyiségfejlesztés, mert azt legalább megértik. Jó, tehát ezzel foglalkozunk, tehát az emberek személyiségét fejlesztjük, és ugye pont amikor a nehézségek vannak az embereknél, akkor jut eszükbe, hogy hát változtatni kellene az életünkön. Jobbá kellene válni, hogy jobban működjön az életünk. És ugye mi olyan dolgokkal foglalkozunk, hogy itt van ez a 10 terület. Hát én mondhatom azt, hogy ebben a 10 területben hát olyan páratlan mértékű és mennyiségű tudást tudunk nyújtani az emberek számára, ami még azok számára is páratlan, akik külön-külön egy-egy területtel foglalkoznak. Mert az jellemző, hogy szervezetek vagy cégek külön egy-egy területtel foglalkoznak, mi nem külön egy-egy területtel foglalkozunk, hanem az összessel, és elmondhatjuk azt, hogy mégis talán több információt tudunk ebben kapcsolatban elmondani,
mint azok, akik külön-külön foglalkoznak ilyen területekkel. Na most, hogyha az ember tanul, és ezekkel a területekkel, vagy területek valamelyikén tanul, akkor ugye ezt tudjátok, hogy, az ilyen típusú tudás az mennyibe kerül. Hát ugye az óránként több ezer forint. Tehát onnan indulnak a, tényleg hasznosítható tudások, bár, ugye gyakorlatot nem tudnak nyújtani sehol, max elméletet és módszert. Tehát módszert, de az emberek többsége gyakorlatban nem tudja kipróbálni azt a módszert. Miért? Mert hiányzik az a lehetőség, ahol magát a, módszert használja, az a terep, az a terület hiányzik, ahol használja. Ugye mi nem csak módszert adunk az embereknek, hanem hogy bárki kipróbálja, adunk területet. Ez gyakorlatilag mondhatjuk az a fajta szakma, jó, amit itt láttok, hogy coach képzéseink, coach szakma, a coach azt jelenti, hogy edző, ugye coachingolni lehet embereket, és ha az ember képes arra, hogy coachingoljon embereket ezen a területen, akkor gyakorlatilag a saját tudását azt a gyakorlatba át tudja vinni. Tehát ugye semmilyen más területen én nem hallottam olyat, hogy, az emberek azt, amit tanulnak, ahhoz kaphatnak alanyokat, ahol használhatják, érted? Ahol használhatják a tudást. Tehát most mondok példát, mit tudom én, mondjuk tanulsz olyan dolgokat, hogy pároddal kapcsolatos bánásmód, hogy jobban bánjál a pároddal. Tudni, hogy utána olyan emberekkel fogsz itt közvetlen kapcsolatba kerülni, ha te megoldottad már ezt, mondjuk ezt a párkapcsolati kérdést valamilyen szinten, akkor tudni, hogy olyan emberekkel fogsz találkozni itt, kapcsolatba kerülni, akiknek viszont ez nincs megoldva, és tőled igényelnék a tudást. Tehát, hogy gyakorlatban azt, amit használtál, amit alkalmaztál, azt hasznosítsd. Ha például, mikor tanulsz, és ugye az a legnagyobb akadály, hogy az ember elakad, tehát amikor tanulsz egy módszert, és az a legnagyobb probléma a módszer alkalmazásánál, hogy az emberek elakadnak valamilyen oknál fogva a módszer használatában. Tehát én ezt mindig tapasztaltam, hogy ez a legnagyobb probléma. Tehát ezért mennek tönkre a vállalkozások, tehát ezért van az, hogy belekezd valaki egy vállalkozásba, és a vállalkozások több mint 90%-a az első három évben tönkre megy, mert egyszerűen van egy motivációjuk, van egy módszerük, és a módszerben elakadnak. Tehát mit tudom, hiába tanultak dolgokat, hiába akár gyakoroltak dolgokat életükben, elakadnak és nem tudnak tovább lépni, érted? És ha tovább akarnának lépni, akkor olyan szakemberek segítenek, akik abban a tevékenységben nincsenek benne. Tehát magyarul kibicek segítenek. Ugye kibicelni könnyű, az a legkönnyebb. Még akkor is, hogyha az a kibic okos. Tehát most gondold végig, tehát mit tudom én, ugye hol szokták mondani a kibicelést? Kártyánál, így a kártyapartiba. Hát lehet az a kibicelő, aki nincs benne a kártyapartiba, nagyon jó kártyás, érted? De akkor is, ha ő nincs benne a kártyapartiba, akkor is egy kibic. Világos ez? Tehát az nem feltétlenül azt jelenti, hogy ha valaki kibicel, hogy az buta. Érted? Ez nem ezt jelenti. Lehet ő profi, és tudná is ugye mondani, de akkor is ő nincs benne. Tehát ami azt jelenti, hogy mivel nincs benne, ezért, nem játékos, érted? Ő nem játékos. Tehát neki egész más az érdeke, mint aki benne van. Világos ez? Na most itt viszont
azok az emberek, akik tanulnak és átadják a tudásukat másoknak, illetve kezdjük azzal, hogy tehát itt tanulnak, tanulják a módszert is, és elakadnak a módszer használatában, akkor nem egy kibictől kapnak tanácsot, hanem egy olyantól, akinek érdeke, aki benne van abban a dologban, és érdekében áll, hogy annak az illetőnek az a tanács az tényleg olyan legyen, amit ő, amivel tovább tud lépni a módszer használatában, nem tudom, világos-e. Na ezt sehol nem csinálják, rajtunk kívül a bolygón. Tehát még egyszer mondom, sehol nincs ilyen. Oké? Tehát sehol. Ott van mondjuk egy tanár, idéző ebbe a tanár szót, vagy aki a képzést folytatja, tanító, vagy bármi, mester, vagy akárminek lehet nevezni. Most gondold végig, mint tanít mondjuk 500 embert, érdekes lenne, ha 500 emberre neki kéne foglalkozni, nem? Akkor utána hogy tanítaná a többit? Ráadásul abban, amiben ugye használni kellene azt a illetve azt az elakadáson tovább kell lendíteni az illetőt, hát ő abban nincs benne. Az egy teljesen más dolog, érted? Tehát én ezt megéltem, amikor pénzügyi cég, piacvezető pénzügyi cég elnöke voltam, és jöttek külső tanácsadók, és adták a jobbnál jobb tanácsokat, akár módszereket, és akkor azt mondtam, hogy jó, elkezdem bevezetni, és akkor azt mondtam, hogy na itt elakadtam, mit csináljak, és nem tudta megoldani, érted? Mert nem volt benne, nem tudta, hiába rendelkezett fenomenális tudással, mivel nem volt benne, azt mondta, hogy ezt csinálom, mondtam, hogy ezt nem tudom csinálni, mert nem így működik nálunk, érted? De aki benne van, érted? Az tudja, hogy nálunk hogy működik. Világos ez? Ez olyan, mint mikor próbálják mondjuk a múlt századi, vagy a több évszázaddal, vagy akár több évezreddel ezelőtti információkat, tudást betenni mostanra. Érted? Hát a múlt századi információk sem ülnek teljes egészében, ahogy most vannak, tehát abban a életkörnyezetben, ami most van. Tehát gondold végig, lehet tanulni bárhol a bolygón, de lehet ugye módszereket is átadni az embereknek, jó is, mikor elakadnak, mit csinálsz? Oké, ki fog nekik segíteni? És kinek van érdeke abban, hogy segítsen? Oké, és tudod, mi a baj a külső segítségekkel? Mindig ez volt a problémám, a külső segítő nincs benne. Érted? Nincs benne. Hiába fizetsz ki akárhány tízezer, százezer vagy millió forintot annak az illetőnek, ő nincs benne. Érted? Tehát ő kibic. Világos ez? Ő egy kibic, mert nincs benne. Egy nagyon okos, értelmes kibic, de nincs benne a játékban, nincs benne a kártyapartiban, érted? Ő egy kívülálló. Világos ez? És ezáltal, érted, ő egy kibic. Tehát az ő gondolkodása, mivel ő nincs benne, nem lehet azonos azzal, aki benne van. Világos ez? Jó? És mondom, ez teljesen egyedülálló bolygószinten, ami nálunk van. Tehát ehhez foghatod, kereshetsz az egész bolygót, csak nem fogsz találni. Oké? Tehát itt lesznek olyan, és vannak már, hála Istennek, szép számmal olyan személyek, akik nem kibicek, hanem ugyanúgy,
Tehát ez olyan, mint mikor valaki a módszert használja, az olyan, mint mikor erdőben elmagyarázzák neked, hogy hogy kell kimenni az erdőből. Érted? És te közben eltévedsz. És akkor megint oda jönne valaki, és elmagyarázni, hogy jó, arra menjék ki. És akkor megint eltévedsz. Mert ez van a külső segítséggel. Tudod, nálunk a külső segítség olyan, mintha helikopterről látnád, hogy ő merre halad, és mondanád közben, hogy merre menjen. Érted? Világos ez? Kívülről és felülről látja, érted? Tehát az itt lévők felülről látják a dolgokat. Világos ez? Jó, tehát ezáltal ugye van egy közösségünk is, tehát itt nem jönnek-mennek az emberek, hanem jönnek és itt maradnak, és néhányan kiesnek. De az ő helyükben én nem szeretnék lenni, akik kiesnek, csak úgy mondanám. Ugye legalábbis ez a tapasztalatom ezzel kapcsolatban, mert utána ez olyan, mint mikor, tudod, mikor azt gondolja az ember, hogy már tanult egy kicsit úszni, és akkor már úgy simán azt mondja, hogy jó, akkor már megyek magamtól úszni, mert vettem egy pár óra leckét, érted? És akkor jó, hát akkor menj magad, azt mondjuk egy tó közepén elkezd fuldoklani, érted? És akkor szépen belefullad. Mert ezt látom az embereknél, hogy a kis tudásukkal azt gondolják, hogy ők már profik, érted? Ők már jól tudnak úszni, érted? Nem így működik. Tehát ahhoz, hogy valaki jól boldoguljon az életében, ahhoz nem elég, hogy valaki tanul. Tehát nem elég. Tehát ahhoz meg kell változnia, neki személyesen kell megváltoznia, hogy változást tudjon létrehozni az életében. Ha az ember nem változik meg, akkor nincs változás. Na most ahhoz, hogy az ember megváltozzon, kell egy másik csapat. Érted? Mert az a csapat, amiben most vagy, milyen csapat? Úgy értve, hogy csapat a barátok, csapat a kollégák, csapat a rokonaid, akikkel összejársz, akikkel találkozol napi szinten. Az a csapatod. Érted? Azokkal oda jutottál, ahol most vagy. Hogy változás jöjjön létre, ahhoz kell egy olyan csapat, akik nem ők, érted? Hanem olyanok, akik már változtak, érted? Az nem azt jelenti, hogy mindent megváltoztattak az életükben, de mert akár egy-két dolgot változtattak az életükön, érted? Tehát kellenek olyan példák, minták, akikre azt tudja mondani az ember, na, hogy ha ő meg tudta lépni ezt a változást, hát akkor én is meg tudom lépni ezt a változást, érted? De akkor megkérdezném, hogy a kollégáid mennyit változtak azóta, mióta ott dolgozol? Erre azt válaszolnád, biztos vagyok benne, hogy semmit. Akkor megkérdezném, hogy a rokonaid azok mennyit változtak az elmúlt években? Jó irányba természetesen, rossz irányba lehet mondani, hogy változtak, mert rosszabb hangulatuk van itt a Covid mizéria, meg a gazdasági helyzet, stb. Miatt, érted? De jó irányba mennyit változtak? Azt mondanád, hogy semmit. Ugyanez, barátaid mennyit változtak az elmúlt évek során? Semmit. Jó irányba természetesen megint csak. Semmit. Semmit. Akkor te miért változnál meg? Madar a tolláról, ember barátjáról lehet megismerni. Te olyan vagy, mint a barátaid. Ennyi. Oké? Én a
volt barátaimat már rég feladtam. Érted? Rég feladtam. Hiába régebben ennyire szerettem a barátaimat. Én nem ragaszkodtam hozzájuk. Rájöttem, hogy visszahúzó erők, érted? Ugyanúgy feladtam a kollégáimat is. Rájöttem, hogy nekem nincs szükségem kollégákra, érted? Nincs. De nekem nincsen kollégáim. Az utolsó kollégám az mikor volt, vagy 10 éve? Körülbelül, vagy 12, valahogy így. Azóta nincs kollégám. De úgy, hogy alkalmazottam volt, érted? Nincs. Tehát gondold végig, hogy hogy akarsz változtatni, ha nincs változás az életedben. Hogy akarsz többet keresni például, ha ugyanazt csinálod, mint eddig? Hogy? Jó kérdés, nem? Hogy akarsz pároddal jobban bánni, ugye ugyanúgy bánsz a pároddal, mint eddig? Stb. Stb. És akkor nézzük meg, hogy ugye ahhoz, hogy személyiségfejlesztés, mégis miben másabb a mi személyiségfejlesztésünk, mint úgy általában szokott lenni a személyiségfejlesztés. Hát én már életemben nagyon sok személyiségfejlesztéssel részt vettem személyesen. Sőt, személyiségfejlesztő könyvet is rengeteget elolvastam. És egy dolog mindből hiányzott. Hogy megismerjem részletesen, hogy miből is állok én, mint ember. Ez hiányzott. Tehát az, hogy mi emberek miből állunk, és ezáltal hogyan működünk, ez hiányzott. Tehát az hiányzott, hogy van egy elménk. Semmilyen személyiségfejlesztésben arra, hogy elme, semmit nem hallottam, érted? És hogy az elménk hogyan működik, semmit. A személyiségfejlesztésben az, hogy lélek, semmit. Érted? Semmi ilyesmi nincs. Tehát van az, hogy test. Itt van a testünk, tanulja meg a testünk ezt, azt, amazt, ilyenné, olyanná, amolyanná váljunk. És itt ez a másik két dolog, ami nagy mértékben befolyásolja a testünket, mintha nem is lenne. És akkor egyik dolog sem misztikus. Itt van az elménk, egy olyan valami, érted, ami miatt tudunk gondolkodni, és ami miatt tudunk ösztönösek lenni. És senki a személyiségfejlesztésnél nem tanított nekem arról, hogy milyen bajt okoz az a pillanat, amikor az ember ösztönösen cselekszik. Amikor lemondunk a tudatunkról, és átadjuk az irányítást az ösztönünknek. Senki nem beszélt erről, nem is olvastam ilyen dolgokról a személyiségfejlesztések során. És ennél van egy még fontosabb dolog, hogy van egy lelkünk, érted? Amely egy felsőbbrendű lény. És akkor az emberről meg azt tanítják, érted? A Bibliában, hogy születésénél fogva az ember egy rossz, egy gonosz. Érted? Ami hót hülyeség, nem így van. És ezért van gonoszság, mert minden ember gonosznak született. Érted? Csak valaki jobbá válik. Milyen tanítás ez? Egy hülyeség az egész. Tehát most gondold végig, nincs ilyen tanítás a Bibliában?
Hát mekkora gonosz cselekedet volt, hogy leszakította a tudás fájáról az almát. Érted? Hogy tudáshoz akart jutni az ember, ezáltal gonoszszá vált, érted? Bűnt követett el. Mert tudás, és azért, mert leszakított a tudás fájáról egy almát, ezért örök kárhozatra lett ítélve. Ezt a baromságot. És az emberek ezt a baromságot elhiszik, érted? És azért is csinálják sokan, dehogy is akarok én tudást szerezni, mert az bűn. Hát a tudás fájáról egy almát leszakítasz, tehát tudást szakítasz le, az bűn. A Biblia szerint az bűn. Ha tudáshoz jutsz, az bűn. Tudod, milyen anyátokat? Az. Az bűn. Gondold végig. És akkor ugye arra ítélte. Az a... az jó Isten? Hát ez egy gonosz Isten ítélte arra örök kárhozatra, hogy innentől kezdve inkarnálódnod kell, nem vagy örök életű, sőt szenvedned kell, mint ember. És ez van benne a Bibliában, érted? Tehát gondold végig, hogy ez a normális működés, ez kellene az embernek a normális működésének lenni. Ugye a lényeg az nem a testünk, hanem a lelkünk. És tudod, milyen érdekes az? Amikor egy ember elkezd foglalkozni azzal, hogy lélek, onnantól vált, egy váltás van a spiritualitás felé, érted? A szellemi dolgok irányába. Mert a lélek az egy szellemlény, az egy szuperintelligens szellemlény, ami bennünk van. Na most gondold végig azt, hogy ez a kulcs. Ha az ember elkezd a lélekkel foglalkozni, akkor onnantól kezdve ő már nem átlagember, hanem egy olyan ember, aki megnyílt a szellemi dolgok irányába. Világos ez? Ez a kulcs. Addig, míg valakit nem érdekel a saját lelkének a működése, addig ne várt, hogy megnyíljon. Addig nem nyílik meg. Tehát ha az ember elkezdi tanulmányozni a léleknek a működését, akkor rájön, hogy mennyivel magasabb rendű a saját lelke, mint a teste. Érted? És onnantól kezdve, hogy a lelke jobban érezze magát, elkezd azért tenni. Addig, míg nem ismeri a lelkének a működését, azért tesz, hogy a teste érezze jobban magát. Csak ugye, ha megnézzük a tudomány mai állása szerint, a betegségek több mint 85%-a pszichoszomatikus eredetű. Ami azt jelenti, hogy a psziché megbetegíti a szomát. Tehát ami azt jelenti, hogy mind a betegségek lefordítva, a betegségek 85%-a a tudomány mai állása szerint lelki eredetű, nem fizikai eredetű. És akkor mondom, ez a tudomány egyébként a betegségek 100%-a lelki eredetű, de mindegy, maradjunk a 85%-nál, marad 15%, hogy testi eredetű, oké? Melyik a több, a 15 vagy a 85? Hát gondolom, aki járt valami számtalra, esetlegesen ki tudja kalkulálni, hogy melyik a több. Tehát akkor
mivel a 85%-a sokkal több, mint a 15, nem? Valaki gyorsan fejbe ki is tudja számolni, hogy hányszoros. Oké, az azt jelenti, hogy gondold végig, hogy akkor melyik a fontosabb? Melyik a fontosabb? Tehát melyik a fontosabb, hogy jól érezze magát? Ha gondold végig, a tudomány mai állása szerint, ha a lelked jól érezné magát, akkor 85%-ban mentesülsz a betegségektől. Érted? Na most, de az emberek mégis a testükkel foglalkoznak. Hát mintha ez egy elmebetegség lenne, szó szerint. Hát gondold végig. Azzal foglalkozom, ami kevésbé fontos. Erre ezt tudom mondani. És akkor csodálkoznak az emberek, hogy az életük nem úgy alakul, ahogy kellene. Hát ha elkezdenék tanulmányozni a lélek működését, mert azzal, hogy a lélek hogyan működik, nagyon sokat foglalkozunk, szinte minden képzés, sőt minden képzésben beszélek erről. Tehát nincs olyan képzés típus, amikor ne beszélnék a léleknek a működéséről. Tehát ha valaki elkezd csak utána nézni a lélek működésének, ha nem is itt, bárhol, az interneten keresztül, akkor elkezd némi nemű fogalma lenni, hogy egy sokkal, de sokkal fontosabb dologról van szó, mint amit úgy hívnak, hogy test. De a léleknek nem az kell, ami a testnek. A lelket nem kell etetni, a lelket nem kell füröztetni mondjuk tengerparton vagy tengerben, érted? Nem kell fürözteni tengerben, sőt wellnesseltetni sem kell a lelket, érted? Nem, utaztatni sem kell autóval, sőt minél drágább autóval sem kell utaztatni a lelket, a léleknek nem kell kacsalában forgó palota, érted? Annak nem kell. Két dolog kell neki, szeretet és boldogság. Ez kell a léleknek. De ez a kettő akkor működik, hogyha te össze tudod hozni, harmonizálni tudod a lelked és a tested működését. Érted? Harmonizálni tudod a tested és a lelked működését. Ha ezt meg tudod csinálni, akkor az lesz, hogy boldogulni is fogsz az életben, ezáltal boldog leszel, és ahhoz, hogy boldog legyél, nyilván az kell, hogy szeresd az embereket, és nem csak az embereket, hanem más dolgokat is képes legyél szeretni természetesen. Például ki tud szedni az életedből a gyűlöletet, a haragot, a mérget, érted? A mérgelődést. De az emberek méregtejtő kúrákon vesznek részt. Ha nem mérgelődnének, nem kellene méregtejtő kúrákon részt venni. Nem kellene azért pénzt kiadni, hogy méregtejtő kúrákon vegyenek részt, ha nem mérgelődnének. Világos ez? Tehát ha az ember megismerné, hogy hogy működik a lelke, és ez hogyan kapcsolódik a testünkhez, mert ugye az ösztönünk valamilyen szinten a testünkhöz kapcsolódik, ugye az a reaktív elménk, és ha az ember összehozza, harmonizálja a test és a lélek működését,
tudás nélkül ezt nem lehet, lehetetlen, akkor az ember egész más minőségű életet tud élni. És a minőségi élet az nem egyből áll, nem a pénzből áll csak. A minőségű élet ennek a 10-nek akarom mondani, a harmóniájából áll, érted? Az együttműködéséből áll, hogy ezen a 10 területen az ember jól boldoguljon, bármilyen területen, mert a léleknek az is számít, hogy ezeken a területeken hogy boldogulsz. A maga a lelked az hova tartozik ezek közül? A 10 területből hova tartozik a lelked? Így van, a 10. Érted? Az egy isteni dolog, ami benned van, érted? Maga a lélek, az egy isteni teremtmény, amit közvetlenül az Isten teremtett, közvetlen formába. A testedet hol teremtette az Isten közvetlen formába? Hagyjuk már. Akkor melyik a fontosabb? Egy olyan, amit köze nincs az Istenhez, a testednek, vagy egy olyan dolog, amit közvetlenül az Isten teremtett? Melyik a fontosabb? Hát döntsük már el. Foglalkozni kellene azzal, hogy hogyan működünk lélekként. Hát persze, hogy kellene. És akkor elkezded másként látni a világot, ha ezzel elkezdesz foglalkozni. Érted? Nem úgy, ahogy eddig. A testeden keresztül próbáltad nézni a világot. Mikor van egy sokkal, de sokkal fontosabb dolog, amit léleknek hívnak, ami ide tartozik. A tested az egy egyszerű anyag, ami mulandó, minden anyag mulandó a világegyetemben, minden, nincs kivétel az arany, de a tested nem aranyból van, oké? Az arany az nem mulandó, tényleg, az az egyetlen anyag, ami nem mulandó, ezért nem lehet meghatározni a korát sem. No, úgyhogy ennyi fért bele itt az első részbe. Visszaadom a szót a házigazdáinknak, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönöm szépen! Hú, de jó volt megint! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklós mesterkósnak a képzést! Hát itt most bemerítést kaphattunk abba, hogy milyen lehet egy fizetős előadás, úgymond második része, ahol már ugye belemegyünk a megoldásokba is, mert itt csak felületesen említjük, hogy mit lehet nálunk tanulni, mit lehet megoldani. De a második részekben azt lehet mondani, hogy Szedlacsik Miklós ízekre szedi a témákat. Ha valaki nem érti és kérdez, akkor még tovább magyarázza, és egészen addig mondja, amíg nem tudjuk használni. És ez szerintem óriási dolog, hogy ez így van. Sehol máshol nem találkoztam ilyennel, mint ahogy avval sem találkoztam, hogy egy mester sehol máshol nem mondta azt nekem, hogy jobb lehetsz, mint én, gyorsabban juthatsz oda, ahova én eljutottam. Meg ilyen biztató szavakat én sose kaptam. Volt egy csomó ember, volt egy mester, meghallgattuk az előadást, megnéztük, szétszélett mindenki. Nem voltak célok. Hát mit csináljuk? Hazamentünk és néztük egymást, hogy majd használjuk, amit tanultunk. Valahogy nem működött. Sőt, még használtam a módszereket, amiket tanítottak, és jobban szétesett minden. Mikor mondta a családom, nem hittem el nekik, egy pár év után elhittem, mert minden szétesett. És utána rendbe kellett így rakni. Ugye mi már szerveléssel is foglalkozunk. Sok embernek ez annyira nem tetszik. Hát én elmondom nektek, hogy a szervezés az a kapocs, ami összetartja ezt a közösséget. És itt minden tanulót, aki itt van, annak köszönhet, hogy itt van, hogy szervezték, és valaki segít neki. Mert ha máshova elmész, van egy előadó, egy mester, aki nem tud foglalkozni 100 meg 1000 emberrel, a Szedlacsik Miklós egyik törekvése az, hogy sok olyan ember legyen, mint ő, hogy sok ember tudjon sok emberrel foglalkozni. Ez sincs sehol. Ez túl, mintha ezt senki nem ismerte volna föl
ilyen szinten, hogy fel kell építeni egy foglalkozási rendszert, vagy nem tudom, hogy mondjam el ezt így, hogy... És ez egy élmény, mikor ebben részt veszel, és belelátsz, és egyre több ember van, aki tőled kérdez, tovább tudsz menni a saját utadon, érdemes értük változni, magadért nem teszed meg, másokért megteszed, akik figyelnek rád, vagy a párodért megteszed, vagy azért, hogy egy jobb életed legyen. És ez mind a végén egy nagy élményi alakul, és amikor az élet egy pici ajándékok ad azért, mert túlléptél valamiben magadon, az is egy óriási élmény. Látom, hogy sok mindenkinek a szemében ilyen felismerés, hogy ő ezt kapta, ő azt kapta, kinek milyen terület volt a legfájóbb pont. De szépen elmondtad. Jó volt hallgatni. Én most még hallgattam itt a képzést, annyira jó volt, hogy beszélt a Miklós arról, hogy valóban mit is adunk mi itt, és mint az először elmondtam, hogy én is tényleg azért jártunk képzésekre, hogy keressem azt a lelki békét, azt a boldogságot és szeretetet, amiért tényleg valóban itt vagyunk, és ez való igaz, hogy itt mindezt megkaptam, megkapjuk. 8 éve tanulunk itt, és nagyon jó azt, nagyon jó dolog azt elmondani, hogy egy hatalmas lelki gazdasággal tudunk élni ebben a mai világban. És tudom, hogy amit már kaptunk, ennél sokkal több lesz, amit kapunk a Miklós által. És valóban mondta a párom, hogy anélkül, ami tényleg itt van, az az összetartás, és az a közösség, tehát az a közös cél, tehát tényleg sehol nem volt, egyik képzésen sehol jártunk, hanem tényleg valóban megkaptuk, elmentünk az előadásra, meghallgattuk, aztán utána azt csinálsz, amit akarsz. Tehát itt nincs ez. Itt tényleg ha, mint ahogy mi is idejöttünk, vagy akik itt vannak, csatlakoznak, kap egy úgymond mentort, egy segítőt, és mi mindig ott vagyunk nekik. És itt nem vagyunk egyedül. És számomra ez is nagyon szimpatikus volt, és valóban megkapjuk azt a hatalmas lelki fejlődést, ami ahhoz kell, hogy a jövőben boldoguljunk. Nagyon, nagyon jó tényleg. Tehát én azt üzenem azoknak, akik már hallgatnak rég minket, vagy éppen most találtak ránk, és hallgatnak minket először, ne hagyjátok abba, hallgassátok, és aztán váljatok tanulóvá, mert valóban a második részben vannak az igazi tanítások, a módszerek, a megoldások, ami az életünkben segítenek. És mint ahogy mondta Miklós, hogy van itt egy tandíjunk, ami teljes mértékben megfizethető. Első hónapban 19.700 forint, a második hónaptól pedig 9.800 forint. Tehát valóban egy megfizethető összeg, amit szerintem sokkal több hülyeségre elköltjük. Itt hát pedig az életünkről van szó. A húsárút és egy szál vastag kolbász kerül annyiba most, 9.800 forintba. Igen. Jó, ez is finom, de... Érdekes, hogy mekkora áremelkedések voltak a júniusok elmúlt egy évben, nálunk a tandíj nem változott. Sőt, még most is árgarancia van rá, hogy a 2 év árgarancia van, hogyha most valaki elkezdi. Neki 2 évig 9.800 forint lesz a tandíj, ugye az első hónap kivételére, valami 19.700. Lebontva egyébként órára 660 forint az első hónapban egy óra képzés, második hónaptól 330 forint. Ez elenyésző, ez a tandíj. Néha szervezés közben vannak emberek, akik azt mondják, hogy miért kérünk mi a pénzt a tanításért. Megkérdezem tőled, hogy amikor te kaptál valamit ingyen, mennyire értékelted, és mennyire maradt meg az életedben? Gondolkozz el rajta. Hát az szerintem... jó eset, mert elmentünk meghallgatni, voltak ilyen előadások, tudod, és akkor, jaj, de érdekeset, mondd, és hazamentünk, és semmilyen hatással nem volt rá. Semmit nem használtunk belőle. Így van. Mi a teendőd, ha tetszik, amit itt láttál és hallottál? Most keresél egy PPH-s szervezőt a Facebookon, már vagyunk rengetegen, aki szimpatikus, felveszed vele a kapcsolatot, és ő segít neked a továbbiakban. Beregisztrál a weboldalra, még nincs regisztráció, tanulóvá válhatsz, eljöhetsz élő előadásra hétköznaponként és vasárnap,
minden Budapest 4. kerület Árpád 56-ba. Egy hónapban egyszer vannak szemináriumok, mit szeretnél mondani? Tehát ezt tudnék eszembe, hogy tehát itt nincs kötelezettség, itt lehetőség van, hogy egy jobb életet éljél. Mert néha van, hogy hát, hogy ez olyan, ez nem, itt nincsen semmi tanulói szerződés, itt tényleg nincs. Itt van egy olyan lehetőség, amivel sokkal-sokkal jobb életet tudsz élni. Egy másik világ nyílt meg nekünk, tényleg egy minőségi életet tudunk élni. Gyere bátran, nézd meg, hallgasd meg, tényleg online vannak a képzések. Először tudod otthonodban, nekem az is nagyon szimpatikus volt egyébként, hogy az otthonunkból tudjuk hallgatni, mert lehet, hogy vannak olyan emberek, akik egészségügyi okokból tényleg nem tud eljutni esetleg, de ez mindig online van, rendszeresség van, minden szerdán, minden vasárnap, mindig benne van az életünkben, foglalkozunk vele, ami nagyon fontos, és ezáltal van a nagyon gyors fejlődés. És ugye a szerte a világon igénybe vehetők a képzések, hiszen internet mindenhol van. És most már látom, hogy angolul van most fordítva ugye a szövegünk, de át lehet fordítani más nyelvre is. Tehát sok nyelvre le lehet fordítani, amit beszélünk, tehát már külföldi nyelvű emberek is tudják majd a weboldalt nézni, meg igénybe venni az előadásokat. Elképesztő rugalmas lehetőségeket kapsz a PPH-ban. Addig mehetsz el, amit elhiszel magadról, ezt lehet mondani tényleg. Úgyhogy ajánlom mindenkinek szeretettel. Szünet után önbizalom teremtő coachképzésünk lesz, ami ugye már a harmadik hónapban van. Múltkori előadásban mondta Szedlacsik Miklós, hogy mindig mondják az emberek, hogy ez a legfontosabb, ez a legfontosabb, ez a legfontosabb. Hát én ezt az önbizalom fejlesztő képzést szerintem harmadjára hallgatom, és megint mindegyiket visszahallgatom, mert ezt is elkövetem, ezt a hibát is. Ott is becsúszott egy hiba. Azon is dolgozni kell még, és akkora felismerések születnek, hogy csak csuda. Úgyhogy bátran ajánlom mindenkinek. Hol is tartottam? Hát igen, ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételedre megtiszteltél minket, és akkor is nézzünk meg még előadásokat. Még ne add fel, én azt mondom, azt üzenem. Ugye sokszor van, beszélünk emberekkel, azt mondja, hogy a megérzése soha nem csal. És ez neki nem, most neki más útja van. Hát én tiszteletbe tartom az utad, de a megérzés az olyan 90%-ban ego. Én ezt tudom saját magamról, hogy mit képzel az ember, ott a hepciáskodik a színpadon, mert nem tetszik valami, mert mit tudom én, nekem például szimpatikusak voltak régen az öltönyös emberek. És erre nagyon soká jöttem rá, hogy nekem nyomógombom az, hogyha látok egy öltönyös embert, az olyan ilyen ellenreakciót váltott ki belőlem. És egy idő után ez elmúlt, és elfogadtam, hogy hát lehet így élni, nincs ebben semmi baj. És azért, mert valaki így tanít, az nem azt jelenti, hogy ő egy másfajta ember, hanem azt jelenti, hogy igényes ember. Igényes a megjelenésére. Szóval ilyenek vannak mindenkiben, ilyen kis nyomógombok. Már megint eltereltem a témát, igen. Szóval most 30 perc szünet fog következni, pontosan 19 óra 25 perc van, 30 perc múlva fogjuk folytatni. Az újak kedvéért mondom, hogy most ki kell lépni a díjmentes előadásból, és átmenni a jelenhavi élőre. Ott fog következni 30 perc múlva az önbizalomteremtő coachképzés. Ja, telefonon egyszerűség kedvéért, igen, van kék színűben kijelölve, akkor nem kell rálépni a weboldalnak a szövegeire, és hogy sokkal könnyebb lesz neked. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Sziasztok!